Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást a díjon, ennél a három kérdőjelesnél, vagy egy másik jóslásnál, minden esetben 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most visszatérnék az eredeti kérdésre. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a ház jelentheti az otthonát, vagy a környezetét, ezek lehetnek a szomszédok is. Valaki figyelgeti őt, rossz szándékokkal közeledik hozzá. A ház jelentheti a családot és a szülői házat, a rokonokat, ott is lehet ez a hamisság. Amit a kártyák még jelenthetnek, egy ingatlannak a vétele, eladása vagy bérlete, és ott is a mélybe kell tekinteni, mert valaki be akarja csapni őt. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a halak jelentik az anyagiakat. Az lehet, hogy most kicsit elveszíti a belső egyensúlyát, töpreng azon ki, hogy szeretné becsapni őt, és itt tényleg az anyagiakról van szó. A madarak jelentik azért a könnyűséget is, hogy ezt majd ő megoldja, átteszi magát ezeken a nehézségeken, vagy félreértéseken. Az is lehet, hogy beszélni akar ezzel a hamis személlyel, mert a madarak jelentik a kommunikációt is. Vagy azt is jelentheti, hogy beszámol neked erről az eseményről. És mit fog tenni? A gólya az jelenti a változásokat. Ha itt megjelenik a ház, akkor az lehet egy változás a családban, sőt lehet egy költözködés is. A koporsó azt jelenti, hogy le akarja zárni ezt a kapcsolatot, vagy ezt a helyzetet. Az is lehet, hogy itt a szülői házról van szó, és a koporsó jelenti az örökösödési ügyet, pénzről van szó, ingatlanról van szó, és valaki be akarja őt csapni. De ő majd megbeszéli ezeket a dolgokat veled is, és itt látható a gólyáknál, hogy lesz változás. Itt látható a siker, a nyilvánosság, az elismerés. A kártyák azt is jelenthetik, hogy köztetek volt itt egy régi kapcsolat. Voltak itt azért nézeteltérések. Lehet, hogy ő visszahúzódott, lezárta veled a kapcsolatot, de itt a nyilvánosságon összefuttok, fogtok egymással beszélgetni, lesz egy kibékülés, és változik a helyzet. Erre is utalhatnak a kártyák. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!